Cimbora klubtagokkal telt meg a József Attila könyvtár gyermekkönyvtára szerda délután, ugyanis a József Attila díjas író Berg Judit látogatott el a cimborákhoz. A találkozó különlegessége volt, hogy az Alma a Sötét Birodalom című regényéhez egy kétfordulós versenyt is hirdettek. A könyv egy sakkbirodalomban játszódik, ahol a főszereplők csak a feladványok megoldásával juthatnak ki a labirintusszerű, állandóan változó kastélyból. Hát öt gyereke elmegy a parkba, és akkor úgy átkerülnek egy másik birodalomba, ahol sakkmeccsen végig mennek, és akkor visszajönnek az életbe. Hát már előtte is tudtam sakkozni, a papámat hamarosan már megverem. Nekem azt tetszett a legjobban, amikor a várban mindenféle akadállyal megküzdöttek, meg hogy Alma nem azt választotta, hogy hazamehessenek, hanem hogy a Katalinnak meggyógyuljon az apukája, vagy a papája. Attól lett izgalmas, hogy Polgár Judittal az olimpikonnal írt együtt, a sakkos olimpikonnal, és közösen olyan élménydúsan megírják azt, hogy a sakk mennyire jó és mennyire ember, és hogy össze tud kovácsolni embereket, és milyen logikai játékokon keresztül négy fiatal összebarátkozik, és ez adta az apropót. Én nem tudtam sakkozni, tudtam a lépéseket, de ahogy ezt elolvastam, rögtön kedvet kaptam, és gondoltam, ez milyen jó lenne a gyerekeknek. Be is hoztam otthonról a sakkot, azóta itt sakkozgatunk, és így találtam ki, hogy akkor legyen ez egy kétfordulós a cimboráknak. Be is kapcsolódtak. Az első fordulóban ilyen alapokat kérdeztem a sakkjátszmáról, akkor a könyvet is érint, és a második fordulóban belemélyedtünk a könyvbe is. Berg Judit azt mondta, Alma című regénye nem csak a sakkvilág és sok gondolkodást mutatja be, ezen keresztül inkább az életet. A könyv célja pedig főként az volt, hogy a gyerekek kedvet kapjanak a sakkozáshoz. Hát tulajdonképpen ez volt az egyik nem titkolt célja ennek a könyvnek. Nekem ez nagyon fontos, mint a mindenfajta visszajelzés. Tehát az is, amikor azt hallom, hogy egy gyerek kedvet kapott az olvasáshoz, van olyan gyerek, aki az íráshoz kap kedvet, mondjuk egy ilyen találkozó után, de az is nekem nagyon fontos, amikor rajzokat kapok a gyerekektől, vagy például azt mondják, hogy szívesebben sakkoznak. Az író-olvasó találkozó a kétfordulós vetélkedő eredményhirdetésével zárult.